Sziasztok! Egy hétfő reggel van, és egy elég borús és nem túl jó hangulatú hétfő reggel. Úgyhogy arra gondoltam, hogy feldobom valahogy a kedvemet, és elkezdek egyrészt videózni, másrészt csinálok egy jó kis házi bagelt, mert hogy itt volt hétvégén anya, és hozott nekünk füstölt lazacot és avokádót. És csodálva határos módon nem az jutott eszembe, hogy akkor csinálok belőle egy sushit, hanem megkívántam egy jó kis bagelt. Úgyhogy azt fogok sütni. Talán életemben egyszer csináltam eddig valamilyen mentes módon, de ez már nagyon-nagyon régen volt. És szerintem most sima, hagyományos bagel lesz, mert azt kívánom, hogy olyan jó kis omlós, puha és olyan legyen, mint a fejemben. Úgyhogy csinálni fogok majd ilyet. Ez egy ilyen keresztős történet, szóval most begyúrom a tésztát, és akkor amíg kell, addig én tudok dolgozni, ami ma edzéstervezést jelent, úgyhogy ezzel leszek elfoglalva, de gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogy csinálom, legalábbis nem tudom mennyire lészlegben menően, de nem saját recept lesz, úgyhogy majd belinkelem alulra azt a receptet, amit használni fogok hozzá, és aztán megmutatom a végeredményt, hát ha ti is kedvet kaptatok hozzá. Tényleg nagyon kis nyominak érzem magamat, amikor ilyen időjárás, úgyhogy valahogy össze kell szednem magamat, és most ezen leszek. A dagasztógépem tájába öntöttem a langyos vizet, beleszortam a cukrot és egy csomag instant élesztőt, amit 5 percig hagytam felfúgni. Ezután beleszortam a kenyérlisztet és egy kis himalájasút, majd néhány percen keresztül dagasztottam, hogy egy ilyen tésztát kapjunk belőle, amit letakartam, és meleg helyen egy óráig keresztettem. Na hát ez a keresztés, ez meglehetősen jól sikerült, így majdnem kinő ebből a tálból, úgyhogy most ezt elosztom azt hiszem 8 részre, és a bagel azt kell tudni, hogy a többi ilyen bégsütitől eltérően ezt meg kell először, vagy így elő kell főzni forró vízben, miután megformáztuk, utána a forró bogóvízbe le kell engedni, abba benne hagyni néhány percet, utána kell sütőpapírra tenni, megszórni valamivel, amivel esetleg szeretnénk, vagy megkenni tojássárgájával, és utána kell bekerülni a sütőbe, úgyhogy picit azért macerásabb, szóval nem sütnék minden nap végül, de így, hogy lesz belőle 8 darab, így simán le tudom majd a felét mondjuk fogyasztani, és akkor a hét tovább részében, vagy a hónap tovább részében majd néha el tudjuk venni a fogyasztóból, úgyhogy lássunk neki. Liszttel megszórtam egy szilikon nyújtólapot, ráborítottam a tésztát, és picit átgyúrtam. Majd úgy döntöttem, hogy feltekerés helyett inkább ilyen kis pogácsákat szaggatok, amiknek kiukasztom a közepét, mert én szebb formát kaptam, és úgy éreztem, hogy felesleges szenvedni vele. Végül a tésztából 7 darab jött össze, mert egy picit nagyobbak lettek, de a mennyiség még így is elég jó. Rátettem egy-egy darab ilyen sütőpapírra, hogy könnyebb legyen majd a megkelése után is mozgatni őket. Felforraltam egy adag vizet egy evőkanálnyi nátszukorra. Fél óra keresztés után ebbe engedtem bele a bagelöket körülbelül 1-1 percre. Majd sütőpapírra bél tepsibe tettem, és megkentem egy pici vízzel összekevert tojássárgájával, megszórtam zappe helye, fehér szezámmaggal, fekete szezámmaggal és egy pici mákkal, és így ment a sütőbe 20 percre, 220 fokra, amíg ilyen tökéletes aranybarna lett a végeredmény. Ilyenkor érdemes várni egy kicsit, hogy kihűljenek, bármennyire is csábító, hogy azon nyomban beleharapj ezekkel az illatokkal, de olyankor még nagyon porhanyos, viszont egy 15-20 perc után már tökéletesen szeletelhető. Az a helyzet velem, hogy nagyon nem egyszerűsítem meg a saját életemet, mert hogy nálam úgy kell elképzelni, hogy vagy nagyon csúnya kaját eszek, vagy nagyon szépet, mert hogy ha látok egy szép kaját, vagy ha amiben így meglátom a potenciált, ezt most így biztos nem mindenki érti, akkor elkezd járni rögtön az agyam, hogy akkor mit tudnék ebből csinálni, és akkor hogy tudnám úgy csinálni, hogy le tudjam fotózni, le tudjam videózni, fel tudjam tenni Instára, TikTokra, YouTube-ra, stb. És akkor az már egy hosszabb folyamat, és több munkával jár, és később jutok el odáig, hogy meg is egyem azt az adott kaját. Vagy pedig van az, hogy most tudom, hogy nagyon nincs kedvem semmi ilyesmihez, ezért aztán olyan csúnyát csinálom, amilyen csak tudom, és akkor biztos, hogy nem fog elkapni a vágy, hogy akkor én ezt most lefotózzam. Most ez előbbi történt egyébként, mert hogy olyan jól néz ki ez a bagel, hogy muszáj volt belőle csinálnom egy Insta Reelst is, mert túl jól néz ki. Na de egyébként így néz ki most már így a levideózott és picit már szétesett végeredmény, de még így is brutál lett szerintem. Megtöltöttem mindenféle jóval, van benne fokhagymás, sajtkrém, lilahagyma, füstölt lazac, paradicsom és avokádó, és maga a bagel is szerintem fantasztikusan jól sikerült, úgyhogy megérte a macira is, és tényleg egy kicsit feldobta a kedvemet, úgyhogy vannak erre taktikák.
De megmondom őszintén, elég stresszes vagyok mostanában, és egyszerűen muszáj kitalálnom dolgokat, amik így ebből kirángatnak. Nyilván nem egy bégelsütés lesz a megoldás mindenre. Most elkezdtem eléggé tudatosan abba az irányba menni, hogy valami megoldást találjak erre, és kicsit beépítsem az életembe a stress managementet, mert én nem vagyok ilyen típus, és mégis mostanában egyszerűen borzasztó vagyok, és görcs van a gyomromban, és ideges vagyok, és feszült vagyok, és folyamatosan jár az agyam, és ez most egy nehéz időszak. Egyébként olvasok egy könyvet, ami kapcsolódik ide most. Nem tudom hirtelen hol van, de beszélni fogok róla ebben a videóban, mert egyébként érdekes. Illetve szeretnék elkezdeni járni kineziológushoz, vagy valaki ez, akivel tudok beszélni a dolgaimról, mert sokszor azt érzem, hogy hiába lenne körülöttem, aki meghallgat, és lehet olyan is, aki tud segíteni, egyszerűen nem tudok beszélni sok mindenről, vagy nem úgy, ahogy az segítene, és bízok benne, hogy esetleg így majd fogok tudni. Meg nem tudom, rendbe kell kicsit tenni magamat. Mindenhogy, hogy újra régi lehessek. Egyébként nagyon készülök rá, hogy decemberben megint fogok csinálni vlogmast, ami azt jelenti, hogy decemberben minden áldott nap fogok videózni karácsonyig, vagy legalábbis nagyjából, és ahhoz nagyon jó lelkiállapotba kell kerülnem, hogy nehogy az legyen, hogy az elején megunom és elegem van az egészből, úgyhogy most trenírozom magamat egyrészt a folyamatos tartalomgyártásra és videóvágásra, és másrészt arra is, hogy folyamatosan kamera előtt tudjak állni, és képes legyek beszélni, és jó kedvem legyen, és minden egyéb, és hogy ezt ne színleljem, hanem tényleg így legyen, úgyhogy most elég tudatosan készülök, és igazából várom is hízított vagyok miatta, úgyhogy remélem fogjátok nézni, és szeretni fogjátok. Na de lényeg, hogy most megeszem ezt a csodálatosan szép bagelt. 7 darab lett egyébként a vége, mert inkább úgy vártam, hogy legyen egy picit nagyobbak, és inkább legyen kevesebb, úgyhogy ebből szerintem menni fog benni, és menni fog adni, és akkor a többit meg majd beteszem a fagyasztóba, úgyhogy amúgy amennyire bonyolultak tűnik, annyira egyszerű és igazából gyorsan megvalósítható volt, annyi, hogy nyilván közben vannak ilyen holt idők, amikor viszont lehet helyettem, vagy közben más csinálni, úgyhogy ez nekem tökéletes az ilyen itthon töltött munkanapokra, hogy csinálom, és te közben tudok más is csinálni. Na, már egy fokkal jobb kedvűen indult a nap. Illetve hát reggel 6:30-kor keltem, hogy menjek edzeni, és azért ez az időszak már nehéz olyan szempontból, hogy olyankor még korom sötét van, és kb. Úgy érzem magam, mintha az éjszaka közepén indulnék el valahova. Úgyhogy olyankor azért rendesen előtt kell venni magamon, de miután hazajövök az edzésből, mindig fel vagyok töltődve endorfin hormonnal, és nagyon örülök, hogy rászántam magamat, és elmentem, mert mindig sokkal jobban indul a nap. Utána úgy volt, hogy Andrissal videózunk egyet egy együttműködés kapcsán, de Beni nagyon ragaszkodott hozzá, hogy mind a ketten elkísérjük a bölcsibe, úgyhogy miatt kicsúsztunk az időből, ezért most fogom felvenni majd egyedül, és nem tudom, hogy így hogy fog sikerülni, de bízunk a legjobbakban. Utána gellakozásra van időpontom, utána pedig be szeretnék ugrani az IKEA-ba, és ha hazajöttem, akkor pedig megszerkeztem majd ezt a videót, amit most fel fogok venni, meg képeket. Szóval ma egy ilyen jövős menősebb napom van, és őszintén szólva az, hogy egyrészt az, hogy kisminkelem magamat, megcsinálom a hajamat, felöltözök normálisan, és nem edzésruhában vagyok egész nap, már magában nagyon sokat ad a hangulatomhoz, mert így van egy ilyen összeszedtem magam érzésem. A másik pedig, hogyha ilyen jövős menős napom van, akkor valamiért ez van az anyamban, hogy akkor hasznosnak érzem magamat, akkor úgy telik az idő, pörög az idő, és nem csak itthon ülök a gépem előtt, és dolgozom, és egy helyben vagyok, akkor valamiért az nem ad időt arra, hogy túl sokat gondolkodjak, és olyankor általában jobban érzem magamat. Úgyhogy ez most egy ilyen nap, és ez sokat számít a kedvem szempontjából. Viszont szokás szerint késésben vagyok, úgyhogy gyorsan nekiállok a videónak, hogy ezt még meg tudjam csinálni. Megmutatom majd, hogy mit csináltam, és utána pedig rohanok a körmöshöz. Annyira rohantam, hogy konkrétan csapott papot itt hagytam, és minden itt maradt, de lényeg, hogy most tudom megmutatni ezt a kis sütőtökös turmixot, ami egy ilyen nagyon-nagyon krémes, kis laktató, őszi hangulatú reggeli. Úgyhogy ez volt a videónak a fő témája. A körmem pedig ilyen jó kis piros lett most a baby boomer után. Na, sziasztok, időközben péntek lett, és azt kell, hogy mondjam, hogy amennyire rosszul indult a hét, meg amennyire rossz heteim voltak mostanában, annyira jól sikerült ez a mostani. Nyilván nem tudom megmondani a pontos okát, de
Ami most változás történt, hogy anyukámtól kaptam, hogy a két fülem mögé, nem tudom, ez mennyire látszik, egy-egy ilyen stressz tapaszt, aminek én nem tudom teljesen a metódusát, de az a lényeg, hogy a szervezetünknek megváltoztatja a rezgéseit, és ezáltal segít a különböző problémákon, ez éppen ugye a stresszem. És én nem hiszek az ilyen dolgokban, de mivel anyától kaptam, azért nyilván kipróbálom, és esküszöm, hogy segített. Tehát, hogy olyan szinten lenyugodt az idegrendszerem az elmúlt hetekhez képest, és annyira nem parázom túl a dolgokat úgy, mint ahogy mostanában, hogy az elképesztő. Úgyhogy ez most hál' Istennek bevált, és nagyon jó érzés újra éppen mélyűnek érezni magamat. A másik pedig, amit elfelejtettem megmutatni, az a könyv, amiről meséltem a hét elején. Szóval ez Dr. Máté Gábornak a Testlázadása című könyve. Biztos sokan ismeritek már, mert nem annyira új könyv, viszont én még csak most vettem meg, és most olvastam, illetve még egy pici van hátra. Az elején nagyon izgalmas volt, és nagyon gyorsan haladtam, most a végén picit megálltam benne, de nem is azért, mert a vége nem érdekes, csak úgy érzem benne, hogy azért van benne már egy ismétlés, és egy picit így alább hagyott a kedvem, viszont tényleg így kb. Ennyit elolvastam belőle, és nagyon érdekes. A lényege az igazából az egésznek, hogy a testünkben lévő stressz az milyen szintű károkat képes okozni igazából bárhol a szervezetben. Vannak benne különböző rákos megbetegedések, autoimmun megbetegedések, idegrendszeri megbetegedések, elég sok minden, és igazából arról szól, hogy lehet, hogy neked van rá genetikai hajlamod, lehet, hogy az életmódod is afelé terel, hogy például, nem tudom, tüdőrákos legyen, de mégis a stressz az, aminek még, szintén nagyon nagy szerepe van abban, hogy kialakul-e ez, vagy nem alakul-e ki. Ezt most nagyon nagy vonalakban mondtam el, de ez a lényeg igazából a könyvnek, hogy milyen károkat képes tenni a testben, és hogy miért fontos tényleg nagyon-nagyon-nagyon a stressz management, mert tényleg az élet múlik rajta, úgyhogy ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen témájú könyveket, mert baromi érdekes. Ugye egy orvos és a különböző páciensein keresztül meséli el, hogy mikkel találkozott így a pályafutása során. Egyébként közben az edzés utáni reggelimet eszem, ami kovászos kenyér avokádóval, füstölt lazacsal, pici sajt és paprika, meg itt már egyébként egy fehérjét is, mert ebben nyilván nem sok fehérje van, miközben elvittem benne itt a bölcsőbe, úgyhogy ezt most fogom így megenni szilárd táplálékként. Van itt víz, kávé, ez pedig így a munka közben így nasim, hogyha megkívánok valamit, ez a hajből köröm vitaminom, ami egyébként baromi finom, de azért nyilván a napi 2 darabot nem érdemes túllépni, viszont arra az esetre, hogyha ennél egy kis gumicukrot, akkor tök jó. Megsegít a hajnövekedésben. És egyébként azt vettem észre, hogy amikor jobban érzem magamat mentálisan, akkor sokkal jobban tudok haladni a dolgaimmal, sokkal tevékenyebb vagyok, és ha tevékenyebb vagyok, akkor sokkal jobban érzem magamat tőle, mert utálom azt az érzést, hogy semmittevő vagyok. Szóval ez egy ilyen oda-vissza folyamat a fejemben. Voltam egyébként ma is edzeni, úgyhogy az is tök jó volt és segített. Illetve jövő hétre bejelentkeztem kineziológushoz, úgyhogy arra nagyon kíváncsi leszek, mert igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, és mit fogok ettől az egésztől kapni. De Fanni barátnőm már évek óta jár, és nagyon szereti, nagyon leget, és nagyon jókat, és érdekes dolgokat mesélt nekem folyamatosan, és így az évek alatt eléggé meggyőzött erről, de mégis én magamat nagyon nehezen tudtam meggyőzni arra, hogy akkor lépjek és elmenjek. De mostanában egyre jobban azt éreztem, hogy lenne mit így a felszínre hozni. Úgyhogy lesz egy ilyen is. Egyébként a könyvnek a nagyon nagy tanulsága az, hogy a legnagyobb stresszt az emberben az érzelmek elfolytása tudja okozni. És ez nem csak azt jelenti, hogy nem beszéljük meg másokkal, hanem nagyon sok esetben saját magunkkal se. Hogy elnyomjuk magunkban azt, amit valójában érzünk és gondolunk, és inkább próbálunk megfelelni másoknak, alárendeljük a saját akaratunkat mások akaratának, illetve próbálunk beilleszkedni a világban, mert attól borzasztóan félünk, hogy esetleg kilógunk, és nem felelünk meg annak az idealizált képnek, amit így látunk magunk előtt mindenhol. És ez az, ami nagyon-nagyon meg tudja betegíteni a szervezetet, hogyha folyamatos elnyomás van. És ez az, amin dolgozni kell önismerettel, azzal, hogy megtanulunk saját magunkkal beszélgetni, és próbáljuk tudatosan felismerni, hogy milyen szituáció mit vált ki belőlünk, és azt elfogadni, és a helyén kezelni, meg persze az is, hogy másokkal meg tudjuk ezeket beszélni, és ne feltétlenül másoknak akarunk megfelelni, hanem másokkal úgy együtt élni, hogy közben az mindenki számára előnyös, és meg van beszélve. Nem, de ez most így nagyon zagyvásítva mondtam el, de ez az egész könyvnek a lényeg egyébként ennek, hogy nem szabad elnyomni az érzelmeket, mert ez borzasztó nagy károkat tud okozni. Úgyhogy igyekszem
ezen dolgozni én is. Szeretném most lezárni ezt a videót. Mi akkor is nagyon össze-vissza lett. Remélem, hogy valamit azért tudtatok belőle elvinni magatokkal. A hétvégét most Debrecenben töltjük, illetve megyünk nagymama látogatóba is most mindenki, ez úgyhogy kicsit ilyen utazós hétvégénk lesz, és tök jó lenne, hogyha ma vagy holnap meg tudnám vágni ezt a videót, és felkerülni még ezen a hétvégén, hogy jövő hétre meg tudjak csinálni egy másik videót, amit már nagyon szeretnék. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és végighallgattátok a sok összevisszaságot. Írjatok, hogyha van bármilyen gondolatok ezzel kapcsolatban, és találkozunk a következő videóban is. Sziasztok!